Ünneplő testvérek, a mai napon, mai ünnepünken olyan királyt ünneplünk, aki 2000 év múltán sem lett elfelejtett ember. Hiába próbálták kilakoltatni a halhatatlanság utcájából, újra meg újra eltemetni, minden egyes korban mondhatni, a látszat ellenére ma sem hűlt ki a helye. Élő valóság milliók életében. És remélem, hogy a mi életünkben is, akik itt vagyunk, mindannyiunk életében. Hiszen ezt énekeltük, király vagy, Jézus király. Most fölemeljük a mi szívünket, fölemeljük kezeinket, és trónod elé járunk, hogy imádva légy. Igen, emeljük fel testvéreink a szívünket, a lelkünket, és járuljunk az ő trónusa elé. Ahhoz a trónus elé, amely nem omlott össze, nem került múzeumba, palástja és koronája. Nem írthatta ki, és nem írthatja ki semmiféle vírus őt a mi életünkből. Akkor, amikor az irgalmasan testi-lelki cselekedeteit tesszük, akkor az igazság szerint legelted bennünket, a mi királyunk. Ezt teszi akkor is, amikor úgy éreztük, hogy a Ferenc pápa fogalmazta volt az év elején, március 27-én délután az üres Szentpéter téren, amikor azt mondta volt, hogy lezárt az este, sűrű árnyékok borultak tereinkre, utcáinkra, városainkra. Uralmuk alá hajtották az élettereinket. Rémülté és életvesztetté váltunk, és ráébredtünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mint törékeny és irányvesztettek. Ugyanakkor mégis fontosak és szükségesek, mert arra nyertünk meghívást, hogy evezzünk együtt. Ferenc pápának az alkonati homályban mondott szavait idéztem, amely keresztül a pápa nem az éjszakai sötétség felé akarja vezetni a világot, hanem éppen a reményt és gyógyulást jelentő biztonságot hozó fényesség felé, aki nem más, mint Jézus Krisztus, aki nem más, mint Jézus Krisztus.